Sziasztok srácok, üdv! Folytatjuk a VB szimulációt, bár az a nagy igazság, hogy kicsit elcsúsztam, tudom jól. Mondjuk úgy, hogy nekem is volt egy kis dolgom. Így aztán jelenleg akkor veszem fel a videót, mikor már a második mérkőzés, amit le is szimulálunk természetesen, a mai napról, az már lement, véget ért, úgyhogy most a Tunézia-Ausztrália szimuláció lesz. Tehát most úgymond ti már tudjátok az eredményt, és én most utólag jövök. Így jött ki, tervben volt, hogy ahol távol vagyok, ott is fölvenni a videót, de egyszerűen mondjuk azt, hogy volt egy kicsivel fontosabb dolgom, és megcsúsztam, és hát gyakorlatilag ezért nem került föl időbe. Úgyhogy így utólag, de viszont igyekszek mostantól időben csinálni mindent, ha nem csúszok el megint. Úgyhogy sorry, de most így lesz, tehát Tunézia-Ausztrália mérkőzés, és per pillanat a rating alapján kell választanunk egy Modricot. Szóval bocsi srácok, közben majdnem vezetés szerzett Ausztrália, de most itt egymást akadályozta meg Rogic és Genro. Azt ugye, hogy kell kimondani már, bocsánat. Szóval, igen. Sorry guys, sorry. De Sassi révén vezet Tunézia. És én már most rosszat ittünk. Jó van, semmi gond. Na, most ez így alakult, bocsi tényleg. Ez egy Di Maria lett végül, mivel nincs ázsiai sem, meg afrikai sem. Elem nincs. A boltban lehet, de itt nincs. Nagyon rossz poén, igen. Most ezzel kell valamit kell kompenzálni, hogy legyen valami hangulata most már. Nézzük tovább. Azt mondja, hogy Meunier. Belső védő nincs, a jobb oldali. Egész belső védő páros. Úgy igen, közben itten kortyolgattam egy jó kis Helkafit, hogy legyen egy kis szponzoráció is a videóban. Ez meg egy nagyon francia védő, Balbek, sor. Egyenesen Franciaországból. Na, kezdőket követően Tunézia vezet Sassi góljával. De nézzük, lesz ebből folytatás esetleg. Ausztráliának volt esély a gólszerzésre, de gyakorlatilag megakadályozták ebben egymást. Szó szerint. Úgyhogy hát nézzük, lesz-e még ausztrál találat akár? Vagy esetleg Tunézia lő még egyet, az is benne van akár, hogy a afrikaiak elhúznak és megnyerik itt a WeFoot szimulációban. Fontos, hogy ez a saját szimulációnk, közben egy bufal. Hú, kispad, nem megy a kispad most. Nagyon nem megy. Zies. Na, akkor most már reméljük a tartalékok, azok pörögni fognak eszerre. Hát, nem feltétlen. Haraguchi. Mivel ugye japán. Song Min-kyu. Jó hülye neve van. Unahi. Nincsen sem ausztrál, sem tunéziai. És az utolsó pikben nincsen. Nincs gól. Amalla. Tunézia 1-0-ra nyert Ausztrália ellen. Itt nálunk. Azért most jelenleg jól áll Tunézia, hiszen a dániai 2-2-t követően itt nyertek Ausztrália ellen. Úgyhogy ez volt az első meccs, srácok. És jön a következő meccs, a Lengyelország-Szaúd-Arábia.